Sokak által várthoz képest mégsem minősítette fel Magyarországot ma a Fitch hitelminősítő, bóvliba maradtunk, sőt még a kilátásokat is rontotta. Ezt azzal nem tudjuk összerakni, ahogy éppen az első negyed évben a magyar gazdaság teljesített, sőt a következő negyedévi elejé adatok is igen biztatóak voltak, amit tudunk áprilisról is biztatóak voltak, mind a gazdaság teljesítő képességét illetően, mind a további mutatókat, például az ipar teljesítését illetően, úgyhogy igazából nehéz összerakni a képet, bár szakértők azt mondják, hogy egyáltalán nem olyan nehéz. Burány Sándor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na akkor mit lát más, hogy mondjuk a Fitch, és mit lát más, hogy a magyar kormány és annak bármely gazdasághoz kötődő minisztere vagy államtitkára? Hát azt kell mondanom, hogy ha azt nézzük, amit a kormány mond, akkor az elemzők és a Fitch Rating mindent másképp lát. Ha azt nézzük, amit a kormány cselekszik, és mondjuk leír a konvergencia programba saját bevallása szerint, akkor olyan nagy különbség nincs. Tény és való, hogy az első negyedéves gazdasági növekedés adat az úgy sokakat fellelkesített. Igen, akkor elemzők elmondták, hogy azért egy kiugró adatból még nem szabad messze menő következtetéseket levonni, és jövőre a gazdaság például lassulni fog. De ezt maga a kormány is elismeri, hogyha kiküld Brüsszelnek egy anyagot, és abban leírja 2017-ig, hogy mi várható. Persze, amikor kiáll Selmeci Gabriella és tart egy sajtótájékoztatót, akkor az egy győzelmi propaganda jelentés, de ezt mondhatnám miniszterekre, de lényegében a Fitch Rating drasztikusan nem mondott más a gazdasági növekedésről, nem mondott mást az adósságpályáról, az államadósság szerkezetéről, csak ő komolyan veszi ezeket a számokat, és annyiban picit hadd pontosítsak, végülis nem változtatott a besoroláson, ugye csinálhatta volna, hogy felminősít, csinálhatta volna azt, hogy leminősít. Nem, a kilátáson sem változtatott. És a kilátáson sem változtatott, nem mondhatta volna, hogy pozitív kilátás. Igen, a legtöbb elemző erre számított, ketten mondták azt, hogy nem, és nekik lett igazuk, tehát maradt a stabil, ez egy közgazdasági szakszó, magyarán azt jelenti, hogy itt vagyunk a slamasztikában, és itt is maradunk. Bóvli kategória, azaz befektetésre nem ajánlott kategóriában vagyunk, és előttünk egyébként a régióban olyan országok vannak, mint Csehország, Lengyelország, Románia, tehát még az sem igaz, hogy a régión belül olyan élolvasok lennénk, egy frász, nem ez a helyzet. És azzal se tudjuk összerakni itt a képet, vagy szépíteni a képet, hogy befektetésre nem ajánlott az ország, de hát olyan jó kamatokkal nyomjuk ki, mármint hogy befektetőknek, nem nekünk, az állampapírokat. Még se ajánlják befektetésre? Ez két különböző dolog. Hát egyrészt jól mennek az állampapírok, igaz, hogy a hazai kamatszinthez képest azért ott egy komolyabb kamatot kell érte fizetni, ezt ugye az magyar adófizetők fizetik majd meg, de ez egy dolog. A világban most viszonylag sok pénz van, és azt kell mondanom, hogy bár a kormány nem lehet arra büszke, hogy bóvli kategóriába hagytak bennünket, végül is ezt többé-kevésbé tudta a piac, még akkor is, hogyha egy picit jobb minősítésre várt. Mert ezek a számok, ezek nem hazudnak. És még egyszer mondom, a konvergencia programban brutális számok vannak, és a beruházás alakulásáról sincs benne egy szép adatsor, ami a gazdasági növekedés a munkahelyteremtés szempontjából meghatározó lenne, és egyébként, ha már a megszorításoknál tartunk, az oktatásból 150 milliárdot fognak kivonni 2017 végig a kormány saját bevallása szerint, a szociális kiadásokból talán olyan 600 milliárdot, belétve a rokkant nyugdíjat, családi pótlékot, nyilván azt nem csökkentik, hanem szinten tartják. De akkor szociális kiadásokat hogy lett több száz milliárd? Hogy további szigorítások lesznek, hogy ez 2017-ig szól, tehát nem egyetlen egy év alatt, további szigorítások lesznek, és az eddigi szigorítások is brutálisak voltak. Tehát amikor a kormány összeállít egy programot és kiküldi szakembereknek, akkor ezeket beismeri, csak naponta máshol hazudik a tévében, rádióban, meg az összes csatornán. Én hanyattestem, általában hanyattestem, amikor a Magyar Nemzetet olvasom, két nap ezelőtt attól estem hanyatt, hogy milyen bátor. Kemény reggelei lehetnek. Hát, gondolják éjgyomorra, de hát muszáj minden újságot. De nem azt, hogy minden reggel hanyatt esik? Hát, esekkelek, ahogy mondani szokták. Tehát két nappal ezelőtt körülbelül attól estem hanyatt. A Költségvetési Bizottság elnökét látják, hogy ugye?
két nap ezelőtt attól is nem hanyat, hogy a magyar nemzet elég karakán volt, és kiállt a sajtószabadság mellett, és keményen leírt a vezércikkben, hogy a reklámadó az a sajtószabadság elleni támadás. Ma meg attól is nem hanyat, hogy kijöttek ezek a számok, maradtunk a bóvli kategóriában, és ez az a címmel látta a magyar nemzet, hogy újabb elismerés hazánknak. Hát, hogyha ez elismerés, akkor ehhez képest tényleg a katasztrófa az egy rövid turné mindössze, tehát nem tudom. Mindenesetre a hitelminősítő is javított a növekedési előrejelzésen. Igen. Tehát az, hogyha elismeri, tehát hogyha a magyar nemzet ezt az adatot nézte és ezt emelte ki, akkor ebben igazuk van, tehát hogyha valamit pozitív irányba javítanak, korrigálnak, akkor ez mégis egy elismerés, tehát többet várnak, jobbat várnak ettől az országtól, mint vártak fél évvel vagy egy évvel ezelőtt. Ez igaz, de ehhez a növekedési kilátáshoz hozzátette a Fitch Rating, hogy ezek idei hatások, jó szerint egyszeri hatások, egyrészt egy választási költségvetésnek, jóval nagyobb állami szerepvállalásnak, közmunkaprogram látványosabb felfutatásának, és az Európai Uniós források csúcsra járatásának köszönhető, de a jövőre ezek a források már nem lesznek, és ezért, vagy nem ilyen mértékben lesznek, és ezért a gazdaság lassulni fog. Hát ezt is hozzátette a Fitch Rating. Megjegyzem, pár nappal ezelőtt itt volt a Gazdaságkutatóintézet vezérigazgatója Vértes András, és azért tökéletesen megegyező kilátásokról beszélt. A hazai elemzők ugyanezt látják. De még egyszer mondom, amikor a kormány kiküldi Brüsszelbe a saját programját, amit persze sajtótájékoztatón eltitkol, vagy nem nagyon zenésít meg, akkor ugyanígy a gazdasági növekedés tekintetében már szó nincs itt 6%-ról vagy 7%-ról, nagyon szerény 2-3%-os növekedésekről beszélnek, és beismerik, hogy egyébként ennek a motorja egy az európai konjunktúra, tehát nem a hazai gazdaság dübörög, hanem az európai konjunktúra például nagyon kedvez az autóvásárlásoknak és a magyar gépjármű exportnak. Kettő az uniós forrásoknak, tehát szabadságharc ide vagy oda. Itt a hazai források nem bővítik olyan mértékben a gazdaságot egyáltalán, mint ahogy ez optimális lenne, de hát ezzel a gazdaságpolitikával nem is fog. Ha már számokról beszélgetünk, az adás első felében teljesen más, nem gazdaságról, de összegekről és számokról beszéltünk. Június 5-ig kellett a pártoknak nyilvánosságra hozni azt, hogy mennyit költöttek a kampányra. Hogy alakulhatott ki ez a sorrend? Legtöbbet a Fidesz költötte, ezen nem csodálkoztunk. Második viszont az LMP és az MSZP csak a harmadik a kampányköltésben. Hát nézd, kevesebbet költöttek, vagy kevesebbet vallottak be? Ezt én sem tudom, én mondjuk a saját kampányköltségeimmel tisztában vagyok, de ugye a pártoknál ez a kampány ez két elemből áll össze, hogy egy az egyéni jelölt mennyit költ rá, ezt mindenkinek be kell vallani, az állami számvevőszékét most ellenőrzi többek között az én választási költekezésemet is. Kettő, az országos, illetve a megyei vagy budapesti központok ezt mennyivel egészítik ki. Azt én mondjuk egyéni jelöltként nem is látom. Tehát még én egy választáson induló szerencsére győztes jelölt, sem pontosan tudom, hogy mondjuk az én választókörzetemre vetítve, hogyha az egészet összeadom, akkor végül is pontosan mennyit költött a saját pártom, de hát ezt az állami számvevőszék megnézi. Egy jogos. A hazai kampányfinanszírozás egy rakás hazugságra épül. Mindenki azt tudja ellenőrizni, amit az ember hivatalos számlákon a saját nevében beval. Hogyha jön egy vállalkozás, Fidesz közeli vállalkozás, ugye MSZP közeli vállalkozások, főleg meg LMP közeli vállalkozások nem nagyon vannak mostanában, és azt mondjuk bevállal egy nyomdaköltséget, akkor ez már nem feltétlenül jelenik meg a kampány összegek között. Hát erről már évtizedek óta beszélünk erről, hogy ezt meg kéne szigorítani, világosan meg kéne mondani, hogy ennyi költhető. Én nem lennék ebből a szempontból prűd, és lehet, hogy népszerűtlen dolgot mondok. Az erre fordítható kiadásokat még az eddigihez képest is megemelném egyébként, viszont cserébe szigorúan elvárnám, hogy csak a pártok saját neve alatt kibocsájtott számlák ellenében lehet bármilyen kampányt folytatni, senki más nem finanszírozhat, mert törvényellenes akár egy rendezvényt, mondjuk meghív egy népszerű zenekart, és ő állja a költségeket, csak éppen felmegy a jelölt a színpadra, és mond öt keresetlen szót. Hogy énekel. Hát a tömegosztatásra akar vállalkozni, igen, nekem például borzasztó hangom van, szívesen gitározok, ahhoz valamelyest értek is, de a hangom az felérne egy tömegosztató fegyverre, úgyhogy meg se próbálkoztam vele. Jól van, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.